Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit, tízesztendős a Grundfos Székesfehérvári gyáregysége. Az ünnepségen, amelyen Cserpakovics András polgármester is köszöntötte a világ vezető szivattyú gyártó nagyhatalmát, jelen volt Stefan Simonetta, a termelési vezető helyettes, illetve Török László ügyvezető igazgató is. Az ünnepségen elhangzott, hogy Székesfehérvár stratégiai partnerként tekint a Grundfosra. A Grundfos szlogenje miszerint az értékeink összekötnek, rendkívüli kihívás, hiszen a gyártókapacitás kiemelt fejlesztése stratégiai kérdés, amelyhez elengedhetetlen a technológia és a kutatási területek megerősítése, az új szakképzett munkaerő beépítése a termelési folyamatokba. 10 év hosszú időnek tűnik, mégis ha visszagondolunk, úgy érezzük, nagyon gyorsan eltelt. Látva az előbbi diákat, csak megerősíti bennem, mennyire fontos ebben a gyorsan változó, rohanó világban néha megállni, megünnepelni a fontos mérföldköveket és visszatekinteni az eddig megtett útra. Úgy gondolom, hogy a 10 éves székesfehérvári jelenlétünk mindenképpen megérdemli, hogy megálljunk egy pillanatra, és ezt a nagy fejlődést megköszönjük azoknak, akik ebben részt vettek. Azoknak, akik eldöntötték, akik felépítették, akik támogatták, de legfőképpen munkatársainknak, akik hatékony és elkötelezett munkája nélkül ma nem lennék itt. A 2007-es év magyarországi jelenlétünk mondani egyik legfontosabb éve. Ekkor dőlt el, hogy nem csak 2 gyárban és 1000 fő fog idehaza a Grundfosnak dolgozni, de ennek a dupláját céloztuk meg. 2007-ben megnyitottuk a vevőközpontunkat is, a Grundfos City-t, és ugyanebben az évben kezdte el működését a kutatásfejlesztési osztálya, amely a 4-es gyáron megépítésével talált új otthont magának Székesfehérváron. Az irodákon túl a megépült laboratóriummal ma már komolyan hozzájárulunk a világ vezető szivattyúinak fejlesztéséhez. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon önökkel veletek itt lehetünk, együtt ünnepeljük ezt a fontos mérföldkövet. Székesfehérvári jelenlétünk különlegességét bizonyítja az a tény is, hogy itt olyan feladatokat szánt nekünk a vállalatcsoport vezetése, amely Grundfosnál egyedülálló, és éppen ezért nagy tulajdonosi és vevői bizalomra épül. A fejlesztés mindenképpen ide tartozik, de ez mellett a nagy víziközbű szivattyú gyártása is mindenképpen. Ezeket egyedi vevői megrendelésekre gyártjuk, 100%-ban tesztelve, legtöbbször vevői jelenléttel, Európa talán legnagyobb tesztelve. Köszönöm a vállalatcsoport vezetőinek bizalmát, és természetesen tudva azt, hogy ezt a bizalmat a dolgozóinkkal együtt tudtuk megszerezni, köszönöm minden munkatársunk hatékony és eredményes munkáját. Mindazoknak, akik az elmúlt évek alatt sokat tettek azért, hogy a magyarországi Grundfos gyártó vállalat ilyen sikeres. Természetesen köszönöm a helyi városvezetés támogatását, együttműködését, azt a pozitív szemléletet, amelyel a Grundfos magyarországi beruházásai értékek. Orbán Viktor miniszterelnök úr úgy fogalmazott, amikor a gyáravaton volt itt 3 esztendeje, hogy stratégiai partnerként tekint a Grundfosra, a magyarországi vállalatra mindenképpen. Mennyire erősít meg egy ilyen vállalatot, függetlenül attól, hogy így is úgy is a világ gyártókapacitásának zömét, mint szivattyúgyártó elviszi? Nagyon szépen köszönöm először is a jó kívánságokat. Természetesen erősítesz, mert attól, hogy vezető szivattyúgyártó vállalat vagyunk, fontos az, hogy itt Magyarországon is elismerjék ezeket a termékeket. Rengeteg lehetőség, új beruházások vannak Magyarországon és a környező országokban is, és számukra nagyon fontos, hogy ezt a vállalatot, ezt a gyártóbázist nem csak azért ismerjék el, mert nagyon jó minőségű termékeket gyártanak, hanem azért is, mert olyan munkalehetőségeket ajánlanak, olyan fejlődési lehetőségeket a magyar fiataloknak, mérnököknek,
amelyben tovább lehet fejlődni, és még komolyabb szakemberek lesznek. Ezáltal természetesen segíteni a víztechnológia, vízzel kapcsolatos megoldásokat, akár Magyarországon, akár világszinten. Remek hívó gondolat, hogy az értékeink összekötnek, bizonyítja, hogy folyamatosan a fejlődésben hisznek. Ez bizonyítja egyéb iránt a Future Deal, az ablakon bedobott pénz, az aranyhíd, a mostani megállapodás szerint, hogy a duális képzést is folyamatosan fejlesztik. Ez lehet a jövő útja? Én azt hiszem mindenképpen ezek a díjak megerősítenek abban, hogy jó úton járunk. Sokat dolgozunk azon, hogy mindig többet adjunk a termékbe, többet adjunk a folyamatainkba. Ugye nagyon digitális világ, ugye hallottuk azt, hogy milyen fontos szeretnénk ugye a gyárainkban is behozni a digitalizációt, nem csak a termékeinkbe. Ehhez minden továbbra is egyre tapasztaltabb, illetve jó mérnökökre van szükség. Igen, a jelenlegi állomány azt hiszem, hogy kielégítő. Ugyanakkor, amikor a duális képzésről beszélünk, oltatlanul felvetődik, hogy a fenntartható fejlődés záloga az mindig az újítások, amelyekben önök élen járnak. Ugyanakkor hát nyilván olyan mérnökökre van szükség, akik a 21. századi kihívásoknak megfelelnek. A duális képzésben a szerepük kielégítő ezzel, hogy most a duális tanács is támogatja? Igen, mindenképpen, ezek nagyon hasznos dolgok. Azt kell tudni, hogy ma már nagyon nehéz a piacról képzett munkaerőt fölvenni, főleg azért is, mert a technológia is folyamatosan változik. Nagyon fontos, hogy a jövő innovatív munkatársait már az egyetemi padban megtaláljuk. Ennek az egyik, és talán az egyetlen útja az, hogy a duális képzés keretében magunkhoz, hogy így mondjam, csábítjuk, lehetőséget adunk, kihívásokat adunk, fiatalok nagyon komoly munkára képesek. Mivel biztatná azokat a fiatalokat, akik nem a mérnöki pályán, de errefelé kacsingatnak? Hát, hogy én is mérnök lévén, én azt hiszem, hogy a mérnöki munka az mindig is gyönyörű volt. Az új technológiák, az új lehetőségek, a digitalizáció további kihívásokat és sok érdekességet rejt magában. Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte a város és a Grundfos székesfehérvári gyára együttműködésének stratégiai fontosságát. Szeretnék csatlakozni igazgató úrhoz, aki azt mondta, hogy fontos, hogy bizonyos mérföldköveknél megálljunk egy pillanatra, és ha van mit ünnepelni, már pedig van mit ünnepelni, akkor ezt tegyük meg. Azért is fontos, mert azt gondolom az ember életéhez is hozzátartozik az, akár a családja, barátai körében, hogy egy születésnapot azt illik megünnepelni. Illik összejönni, beszélgetni, adott esetben jó kedvel emlékezni különböző közös élményekre. De ami miatt szintén köszönöm, hogy erre a születésnapra a Grundfos készült és ezt megtartja, mert ez azt jelenti, hogy utólag is úgy érzi, hogy helyes és jó döntés volt az, hogy ide Székesfehérvárra érkezett, hogy itt gyárat alapított, és nem csak 10 évvel ezelőtt hozott döntések nyomán adott át gyárat, hanem azóta is több fejlesztést ide Székesfehérvárra álmodott meg, és valósított is meg Székesfehérvárra. Fontos ez természetesen azért, mert Fehérvár magyar gazdaság egyik legmeghatározóbb központja, és közép-európai szinten is jegyzett ipari centrum. De természetesen ehhez pont az ilyen jellegű fejlesztések és az itt folyó munka tartozik hozzá. Ez segítette hozzá Székesfehérvárt ahhoz, hogy büszkén mondhatja azt, hogy Európa ezen szegletében a gazdaság enélkül, a város nélkül és az itt dolgozó ipari üzemek nélkül elképzelhetetlen. De tegyünk hozzá, hogy amikor annak idején a Grundfos ezt a döntést meghozta, azért is örült ennek a város, mert pont Tatabányáról már ismerte, a világból ismerte, hogy egy új és nagyon-nagyon érdekes, értékes munkahelyi kultúrát hoz Székesfehérvárra. Ezzel is segíti, hogy egy nagyon heterogén gazdaságú városban, magyarul egy biztonságos városban élhessünk ebből a szempontból is. Segíti azt, hogy egy új termékpaletta jelenik meg itt Székesfehérváron, hogy a munkahelyi kultúra tekintetében új munkahelyek jönnek létre, amelyek családok számára egzisztenciát, megélhetést biztosítanak.
hogy segíti azt, hogy és az időközben bekövetkező fejlesztésekhez tovább segítette. Elnök úr által elmondott számok is jól mutatták ezt, hogy kutatásfejlesztési tevékenység is érkezik Székesfehérvárra, hogy újabb és újabb termékeket lehet bevezetni, vagy éppen így gyártani. Köszönetet mondva ezúton is elnök úrnak a mai jó hírért, hogy újabb termékek gyártása kezdődik meg ebben az üzemben. És amit városvezetőként szintén szeretnék megköszönni, mind ezen gyár, mind az új gyár vonatkozásában, hogy a városképre is odafigyelt. Akkor a Grundfos, amikor döntött, hogy milyen tervek mentén valósít meg egy ipari üzemet. Én azt gondolom, hogy valaki itt jár, akkor pontosan látja, hogy bármilyen furcsa talán ez a kifejezés, de egy ipari üzem is lehet szép, lehet olyan, amit városképileg is érdemes és föl lehet mutatni, lehet benne egy-két olyan dolog, ami talán nem szorosan függ össze a gyártási tevékenységgel, de azzal igenis igen, hogy az itt dolgozó munkaerő milyen körülmények között, hogyan tölti el a napjait, hogyan tölti el munkaóráit. És azt is szeretném megköszönni a Grundfosznak, hogy miközben családoknak ad megélhetést, miközben helyi adóval hozzásegíti a várost és környezetét fejlődéséhez, élen jár mindig abban, amit társadalmi felelősségvállalásként jegyzünk és ismerünk, hiszen nem nagyon tudok olyan városi programot, olyan városi rendezvényt, olyan fejlesztési elképzelést, ahol ha kértük a Grundfosztól a segítséget, akkor városi közösségként ezt ne kaptuk volna meg. Ezt is szeretném megköszönni, mint ahogy azt is, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységen túl a felsőoktatás fehérvári fejlesztésében is élen jár, hiszen a duális képzés tekintetében egy nagyon fontos partnere nem csak a felsőoktatásnak, hanem ezen keresztül természetesen Székesfehérvár fejlődésének is. Én abban bízom, hogy ez az együttműködés, ami most egy 10. születésnapját ünnepli, pár 10 évet még meg fog itt élni, és 10 évenként össze lehet majd jönni, vissza lehet emlékezni a 20, 30, 40, 50 éves évfordulókra, mert ez azt fogja jelenteni, hogy a tipikus win-win szituációként a Grundfos úgy érzi, hogy jó itt Székesfehérváron, az itt dolgozók úgy érzik, hogy jó itt dolgozni, és a város számára pedig ez a fejlődés lehetősége és garanciája. Mert legyen egyértelmű mindenki számára, hogy Székesfehérvár azért fejlődik, és akkor fog tudni fejlődni, hogyha a helyi ipara fejlődik, ha megtalálja itt a számítását, és hogyha úgy érzi, hogy az újabb és újabb fejlesztéseit, beruházásait is ebben a környezetben szeretné megvalósítani. De engedjék meg, hogy külön és külön aláhúzva is megköszönjem mindenkinek, aki itt nap mint nap teszi a dolgát, aki dolgozik, mert az ő munkájuk és elkötelezettségük nélkül egészen biztos vagyok benne, hogy a Grundfos nem döntött volna újabb és újabb fejlesztések és termékek nyitani gyártása mellett. Az önök elkötelezettsége kellett ahhoz, hogy ez a gyár itt ebben a városban fejlődjön, és ezen keresztül a város egésze is fejlődjön. Szép szokása ennek a városnak, hogy egy ilyen jeles alkalomkor egy természetesen apró, jelképes, de mégis csak szimbolikus emléket szeretne átadni a Grundfosznak. Szeretném elnök úrnak átadni azt a kis emléklapot, ami szimbolizálja, hogy ennek a városnak komoly történelme van. Ennek a városnak azonban a történelmében a belvárosán túl nagyban hozzájárul fejlődéséhez az az ipar és az a gazdaság, amelyik egyik fontos szereplője a Grundfos. Engedjék meg, hogy elnök úrnak mai nap emlékéül a város közössége nevében megköszönve az eddig végzett tevékenységét a gyárnak áthathassak egy kis emléklapot. Isten értesse a Grundfost, és Isten értesse mindenkit, aki itt dolgozott, itt dolgozik, és a jövőben itt fog dolgozni. Ez a mai ünnepség is jól mutatja azt, hogy a Grundfos nem csak pár évre, hanem hosszú távra tervezett itt Székesfehérváron, és egy 10 éves születésnapot is úgy ünnepel meg, hogy abban nem csak a múltra emlékezik, hanem már a jövő kihívásaira is választ ad. Új termékek gyártását jeleníti és jelenti be, kutatásfejlesztési innovációkat jelent be, és azt mutatja, hogy egy stabil, biztonságos, hosszú távú partnere a városnak. Nyilván vannak közös feladataink, különösen a munkaerő vonatkozásban. Nem véletlen, hogy itt elhangzott a duális képzés erősítése mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban, amiben a Grundfos egy nagyon fontos partnerünk, és azért is, mert egy nagyon speciális munkakultúrát hozott Székesfehérvárra, mind a munkakultúrában,
mind a termékekben, és talán az is nagyon érdekes, hogy ezek a termékek nagyban összekapcsolódnak a vízzel, ami mind környezetvédelmi, mind fenntarthatósági szempontból, mind a földünk tekintetében, mind az életünk vonatkozásában egy meghatározó dolog, és pontosan tudjuk, hogy ebben ráadásul Székesfehérváron túl Magyarország egészen is nagyon gazdag. És milyen érdekes, hogy pont a vízhez kapcsolódóan a gyártókapacitások is folyamatosan itt növekednek. És ami még azt gondolom, hogy nagyon meggyőző adat volt, hogy körülbelül Fehérváron 800 munkavállalóból körülbelül annak 10%-a az fejlesztőmérnök. Azaz nem csak a jelen gyártási folyamataiban vesz részt, hanem a következő évekre, évtizedekre is dolgozik és számít itt Székesfehérvárra is. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy ez a város nem csak a mában erős gazdasági erőcentrum, hanem egy stabil, biztonságos. Az ünnepségen Török László igazgató bejelentette, a duális tanács az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki kara és a Grundfos Székesfehérvári gyárának a duális képzésről szóló együttműködési megállapodásához több 10 millió forintos támogatással járul hozzá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjük, a víz stratégiai kérdés a jövőnk kulcsa, hogy a vízzel miként bánunk, és ebben nagyon sokat segíthet a Grundfos.